mindannyian csalódottak lennénk, hogyha lenne harmadik mérkőzés. Hát ugye mindig sikeresen vettük a Siófoki akadályt, azt gondolom, hogy mindenképpen ott kell, hogy eldőlj a Siófokon. Nagy csatára számítok, hiszen otthon hazai pályán úgy gondolom, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy egy harmadik mérkőzésre sor kerüljön, de tényleg most úgy érzem, hogy jó formában van a csapat, itthon magabiztosan győztünk, tegnap játszottunk egy edzőmeccset, az is úgy érzem, hogy mindenki oda tette magát, és teljesen rákoncentrált, hogy a pénteki mérkőzésre minél jobb formában legyünk. Fantasztikus volt a védekezés, volt mögött egy stabil kapus teljesítmény, elől azt gondolom, hogy ültek azok a dolgok, amik előre megbeszéltek voltak, úgyhogy ugyanazon a kerékvágásban, tehát ez a meccs is, mint ez a sorozat. Mi van benne, hogy tényleg ez egy felkészülési mérkőzés lesz, és ott is tudjuk hozni azt a magabiztos védekezést, valamint jó kapus teljesítmény, mint ami igen, ahogy mondtad, hogy most szerencsére jól összeállt, és jól megértjük egymást bent a falba, és ez sokat segít. Erős csapat jó nevekből áll nekünk, a védekezésünk az most nagyon masszív, és jót tett nekünk a kekmenetelés, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút esélyesek vagyunk.